hogy lássunk is neki, a hatos lap végén fejeztünk be tegnap este, és ha visszaemlékeztek, akkor arról volt a vita, hogy mikor is kell olvasni a Megilla traktátust. Ugye három vélemény volt, a két szélsőséges vélemény, Rabbi Yossi azt mondta, hogy ha két ádár van, tehát a szökőjében vagyunk, mint idén, akkor az első ádára mérvadó, abban kell a Megillát olvasni. Rabbi Shimon ben Gamliel pedig azt mondta, hogy a második ádárban. És mit mondtunk? Rabbi Yossi azért mondja, hogy az első ádárban kell olvasni, mert ő azt az általános elvet érvényesíti, hogy én már virinál a mitzvesz. Hogyha jön egy micva, szembe jön egy micva, akkor azt nem kerüljük ki. Nem halasztjuk el. Ugye? Ha szembe jön ádár hónap, akkor nem halasztjuk el, és nem mondjuk azt, hogy na majd a következő ádárban fogjuk tartani a purimot. De most Shimon Gamliel viszont miért mondja azt, hogy a második ádárban kell tartani? Azért, mert ő azon az ásponton van, hogy úgy helyes, hogyha a két megváltás történet, a purimi megváltás történet és a pészaki megváltás történet egymást követik, miszmach ge ula le ge ula, az egyik megváltás története közelessen a másik megváltás történetéhez. Még mindig ennek a vitának a részleteiről lesz szó a következő pár sorban, és a hatos lap alján tartunk. Rabbi Lazar Ammar, Máj, Tájmed, Rabbi Shimon ben Gamliel, Haha, azt mondta Rabbi Lazar, valójában Rabbi Shimon ben Gamliel hova vezeti vissza a saját álláspontját? Eszter könyvének 9-es fejezetének 29-es mondatához, amely úgy szól, le kájmeszi geresze purim ha zöjsz a sénisz, hogy elrendelték, hogy megtartsák ennek a purimi levélnek a másodiknak az előírásait. Mi az, hogy a másodiknak? Nyilván azt jelenti ez, hogy a ádárhó, ha kettő van belőle, akkor a második ádárhóban kell tartani a purimot. És ez jelenti azt, hogy a második purimi levél. De Yitzchak Michtav, Sénisz, Yitzchak Michtav, Halsana Vesana. Ugye tegnap azt mondtuk, hogy az, hogy a második ádárban kell tartani az Megilla olvasást, azt nem innen, hanem onnan vezetjük le, hogy van egy ugyanilyen erre utaló mondat a 9-es fejezet végén, ami úgy szól, hogy a zsidók magukra vették, hogy megtartják a purimot, behol sanna ve sanna minden évben és évben. Vagyis olyan évben is, ami egy kicsit másmilyen, mint a szokásos év, abban is ugyanúgy tartják meg, és erre azt mondtam, hogy mit jelent az, hogy ugyanúgy tartják meg, hogy a Pészach előtti ádár hónapban, tehát a második ádárban olvassák a Megillát. Ez volt tegnap. Most meg azt mondjuk, hogy nem innen, hanem onnan tudja, Rabban Simon Gamliel, hogy a második ádárban kell tartani a Megilla olvasást, hogy úgy szól a szöveg, hogy megtartsák ennek a második levél, purimi levélnek a tartalmát. Mind a kettőre szükség van, mind a két referenciára szükség van. Dím, Halsavesan, Ávem, Menünk egy kusen. Ugye csak annyi lenne, hogy amit ugye tegnap használtunk a hatos lapon, hogy magukra vették, hogy minden évben és évben megtartsák, abból még nem tudjuk pontosan, hogy az hogyan kell megtartani. Minden évben csak úgy, mint ahogy a svát utáni ádár hónapban olvasnak, úgy olvasnak most is a svát utáni ádár hónapban, és ebből az következni, hogy az első ádárban olvassuk, vagy minden évben csak úgy, mint minden évben a Nisan előtti ádár hónapban olvasnak, akkor idén is a Nisan előtti ádár hónapban olvasunk, akkor viszont az következne, hogy ez a második ádár. Tehát ezért van szükség egy olyan kifejezésre, ami egyértelmű. Azt mondja, hogy Hasénisz, a második. És ebből tudjuk, hogy akkor a másodikban kell tartani. De ilyesmi lenne Hasénisz, ám nem nélábet, hiladvér isein, ube séni, kemás van, nem, hasonló, nem, hasonló. Ha pedig csak ez a második referencia lenne, ami használja a második kifejezést, ami azt mondja, hogy megtartsák a purimot, ezt a második purimi levelet, és azt mondtuk, hogy ebből következik, hogy a második ádárban kell olvasni a Megillát, akkor azt gondolhattam volna, hogy ilyen évben, amikor szökőjében van, az első ádárban is, és a második ádárban is meg kell tartani a Megillaolvasást. És ezért kell
A másik referencia, ami azt mondja, hogy évben, minden évben és évben, csak úgy, mint minden évben egy ádárban tartunk, egyszer tartunk Purimot, úgy a szökőny évben is csak egy ádárban tartunk Purimot. Oké, akkor Ezra ben Simon ben Gamliel magyarázata arra, hogy honnan tudjuk, hogy a szökőjében a második ádárban tartjuk a megint olvasást. Lezevre vészi, hajse, én is mája videli. Mit fog kezdeni, ami lezevre vészi? Az ellenvélemény, aki azon az ásponton van, hogy az első ádárban kell, aki azt mondja, hogy az első ádárban kell tartani a Purimot, ő mit fog kezdeni ezzel a referenciával, ami úgy szól, hogy a második Purimi levél, mire utal ez a második Purimi levél, minden bajelék, de ráv smuelberi, húda damas smuelberi, húda vett hinak, vua vett sisan, vett susan, vett szöjjük, vett hala, ajlam, kulaj. Ő azt mondja, hogy itt ez egy egész más dologról szól, egy történelmi dologról szól, és arról jelesül, hogy kezdetben a Purimi ünnepet az Susán városában rendelték csak el. Ugye az volt a történetnek a középpontjában, és kezdetben csak Susánban volt Purim. És később egy második rendelettel elrendelték az egész birodalomban a Purimot, az egész világon, nem csak Susánban, és erről szólt a második levél. Ez jelenti azt, hogy ezt a második Purimi levelet. Tehát itt nem arról van szó, hogy semmi köze nincs ahhoz, amiről beszéltünk, hogy ez utal arra, hogy a második ádárban kellene tartani a Purimot. Amár a Shmuel bar Yehuda, Shalcha lehem Esztere Chachamim. Ennek kapcsán, hogy hogyan is rendelték el a Purim ünnepét, a következőt tanította Shmuel bar Yehuda. Eszter a történet után, Eszter királynő, a bölcseknek küldött egy üzenetet, és azt mondta, Kvunni le Dajas, rendeljetek el engem, mármint a Purimi történetet, nemzedékekre. Magyarul rendeljetek el egy állandó ünnepet. És akkor la, kina átmeire össze lény, lőbbeinő humasz. Erre a rabbik kezdetben egy kicsit féltek, és nem akartak ünnepet elrendelni, mert azt mondták, hogy ha mi elrendelünk egy ilyen ünnepet, akkor a népek haragját válthatjuk ki magunkra, mert azt mondják, mondja, nézd, mit ünnepelnek a mi legyőzésünket. És ezért, mivel a zsidók még egy idegen birodalom alatt éltek, a rabbik nem érezték magukat eléggé biztonságban, hogy elrendeljenek egy ünnepet. Salkalaem, ilyenre azt mondta Eszter, Kvark szuvániál divrei amim, le málchi madajó parasz. Azt mondja, most már így is úgy is az én történetem fel van jegyezve Méd és Perzsia jegyzőkönyveiben, krónikájaiban, tehát így is úgy is ismert az én történetem, nem abból fogják a népek tudni, hogy mi történt, hogy ti elrendeltek egy ilyen ünnepet. És akkor végül is ezzel meggyőzte a rabbikat, és el lett rendelve a Purim ünnepe. Rába rabcha nindeve rabbi eichanan, rabcha binna masznu. Ez a négy rabbi, Ráv, rabcha nina, rabbi eichanan és rabcha viva, a következőt tanították. Bekule szeider moel, kolki háj zuga, haluffe rabbi eichanan, máli rabbi eichanan. Most azt még érdemes hozzátenni, hogy az egész moed rendben, ugye a mistának hat rendje van, és az ünnepekkel foglalkozó rend, amit mi is most tanulunk, amikor ebben a rendben ez a négy rabbi megszólal, akkor az valójában nem rabbi Yohanan, a négy rabbi egyike, hanem rabbi Jonatan. De ez csak egy mellékes zárója. Most a következőt tanították. Sarkala meszelek a hamim, kiszfudul a dajra, sarkala la, hallaik a száptille has lisim. Eszter egy üzenetet küldött a rabbiknak, és kérte őket, hogy rendeljenek el egy ünnepet. És itt volt egy érdemi problémájuk a rabbiknak. Ugye az előző feljegyzés szerint a problémájuk az volt, hogy féltek attól, hogy mit szólnak majd a népek. Most ez szerint a feljegyzés szerint egy érdemi, tartalmi problémájuk volt, méghozzá az, hogy tulajdonképpen a Purimi történet az az Amalékkal való ellentétről, háborúról szól. Ugye Amalék a leggonoszabb nép, a legzsidó gyűlölőbb nép, és visszatérően támad rá Izraelre. Ők az elsők, akik az Egyiptomból
kiszabadult, csodálatos módon kiszabadult zsidókat megtámadják, és utána visszatérően többször megtámadják őket, és Hámán, a purimi történet főszereplője, maga is Amalék leszármazottja. Most a bölcsek úgy gondolták, hogy háromszor kell csak három ennek az összetűzésnek, Amalékkal, három alkalommal kell feljegyzésre kerülnie. Hát lőjük a száptelekhoz sem isim. Háromszor, ahogy erre a példabeszédekben Salamon is utal, a 22-es fejezet 20-as mondatában, hát nem megírtalak háromszor? Háromszor, és nem négyszer. De aztán találtak egy utalást rá, hogy ez valójában lehet négyszer is. Ugye a háromszor az azt jelenti, hogy volt kétszer, tehát a három alaptörténet Amalékkal kétszer szerepel a Tórában. Ugye két háború is van Amalékkel a Tórában. Az egyik az Mózes második könyvének a 17-es fejezetében, a 40 éves vándorlás elején, és a másik Mózes 5. könyvének 25-ös fejezetében, a 40 éves vándorlás végén. A harmadik pedig Saul király harca Amalékkal, amit Sámuel első könyvében, a 15-ös fejezetben tanul. Tehát ez az a három hely, ahol szerepel Amalék, és a rabbik úgy gondolták, hogy az Amalék elleni harcnak a feljegyzései között nincs helye még egy negyedik feljegyzésnek. Egészen addig, amíg jobban el nem mélyedtek Mózes második könyvének 17-es fejezetében, ahol azt írja az Amalék utáni győzelem kapcsán Mózes, Szöjv zöjsz zikarim beszéfer. Írd ezt emlékként a könyvben. Szöjv zöjsz, írd ezt másik kaszufkán, az vonatkozik Mózes másik könyvére, vonatkozik Mózes 5. könyvére, zikarim emlékül, az vonatkozik a proféták könyvére, és beszéfer a könyvben, írd ezt fel a könyvbe, az pedig Eszter könyve. És végül is akkor erre hagyatkozó úgy látták, hogy Mózes tulajdonképpen itt négy dologra is utal. A Szöjv Zöjz, írd ezt, az Mózes második könyve és 5. könyve, Zikarain emlékül, az a proféták könyve, ugye a Saul története, és a könyvbe pedig az a Megilla, az Eszter könyve. Ketanai, azt látjuk, hogy valójában ennek a mondatnak a magyarázata, hogy ez három vagy négy eseményre vonatkozik, az egy korai bölcsek közötti vita. Erről már vitatkoznak a tanák, a bölcsek, a misnakori beli bölcsek. Szerintem mások azt mondja, kázik, karim, mások azt mondja, törjön be, szerintem azt mondja, vimdirő, Jósua azt mondja, hogy írd ezt, az Mózes második könyve, emlékül Mózes 5. könyve, a könyvben az a proféták könyvében, ugye Saul története. Ezzel szemben Rabbi Lazar mondja, hogy daljaj, mert Rabbi Lazar azt mondja, szövzői szmása kasszuk kánon a misnetőjre, írd ezt az kettő, Mózes második könyve és Mózes 5. könyve, ez így karöny, mások kasszuk lenni vím, az emlékül, ugye, ami a proféták könyvében, a Saul, Saul története, és beszélj fel, a könyvbe az pedig az, ami a Megilla traktátusban, ami a Eszter könyvében, a Megillában található. Tehát látjuk azt, hogy mégis akkor így volt, mire hagyatkozniuk. Oké, a következő mondás, a következő tanítás az arról szól, hogy tulajdonképpen az Eszter könyve az egy szent könyvnek számít el. Ugye tanultuk korábban a Sábesz traktátusban azt az érdekes törvényt, hogy a rabbik elrendelték, hogy ha valaki megfogja a szent könyvet, akkor azzal a kezei tisztátalanná váljanak. Miért? Mert tisztátalan kezekkel tilos trumát enni, előtte kezet kell mosni, és azt látták, hogy az emberek nagyon felelőtlenek, és esznek a könyvek mellett. Ez mit eredményez? Hogy jönnek a patkányok, az egerek, és megrágcsálják a könyveket, és ezért, hogy ezt elkerüljék, azt mondták, hogy ha valaki megfog egy könyvet, akkor legyen tisztátalan a keze, hogy mielőtt eszik, meg kell mosni a kezét. De milyen könyvekre vonatkozik ez? Csak a Tanachi, a Héber Bibliának a kánonjába bekerült könyvekbe.
Kérdés az, hogy az Eszter könyve az ilyennek számít-e? Amerű, de amúgy Smuel Eszter, én meg Támeszéldány, azt mondta Smuel, Eszter könyve nem teszi tisztátlanná ezeket. Vagyis Eszter könyve nem számít egy szent bibliai könyvnek. De mémről, de szavar Smuel Eszter lábbarulak a könyve, és nem rá? Azt jelenteni ez, hogy Smuel szerint Eszter könyve nem egy isteni sugallatra született? Hiszen, hogyha nem egy bibliai könyv, akkor az azért nem bibliai könyv, azért nem kerül be a kánonba, mert nem egy isteni sugallatra, nem Ruach HaKodessel lett írva. De ha már Smuel ezt a Ruach HaKodess nemre, Smuel egy másik alkalommal ennek az ellenkezőjét állította, azt mondta, hogy Eszter könyve igenis szent szellem, szent sugallat révén írólott. Nemre Likrois, Völein, nemre Lichtöv. Azt mondja, erre a Talmud Smuel szerint Eszter könyve valahol egy ilyen középszinten van. A tartalma az isteni sugallatra alkotódott, de a szövege, az írott szövege az nem isteni sugallatú. Tehát ez olyas, mint mondjuk a Talmud, ami hosszú ideig szóban, szóbeli tanként volt meg. A tartalma isteni sugallatú, de nem lehet azt mondani, hogy minden szava, minden betűje szent, úgy, mint a szent iratoknak, vagy a Tórának. Mészfejére, ami mélyre, mert kéj helleszén, mert támeszél, dájunk, machlói közbe síra sín. De bíjai széjjai, mert síra sín, mert támeszél, dájunk, machlói közbe kéj hellesz. A simon, mert kéj hellesz, mikor lebé sár, mikor lebé szél. Ába rút, ve síra sírim, ve eszter, mert támeszél, dájunk. Van egy brájta, amiben vita van különböző késői szent iratokról, hogy azok szenteknek számítanak, és részei-e ilyen értelemben a bibliai kánonnak. De mi miért azt mondja, hogy a Kohelet, a Prédikátor könyve, az nem teszi tisztátlanná ezeket, tehát nem számít szennek. Az Énekek könyve kapcsán viszont vita van. Jöjszi azt mondja, hogy az Énekek éneke az tisztátlanná teszi a kezeket, mert az szent könyv. A Kohelet viszont ről kapcsán Simon azt mondja, hogy Bét Sámály szerint nem teszi tisztátalanná ezeket, és Bét Hillel szerint tisztátalanná teszi ezeket. Viszont a Rút könyve, az Énekek könyve és az Eszter könyve, azok tisztátalanná teszik ezeket. Bármi is legyen, az ebből kiderül, hogy egyik vélemény sem mondja azt, hogy Eszter könyve nem teszi tisztátalanná ezeket, tehát, hogy nem része a szent kánonnak. Huda Maremishua... Azt mondja a Talmud, annak az oka, hogy itt Eszter könyvéről nem is vitatkoznak, az azért van, mert ezek a vélemények ők eleve azon az állásponton vannak, mint Rabbi Yeshua, akit idéztünk, aki szerint a Amalék elleni harc feljegyzésének csak három helyen szabad jelentkeznie, Mózes második könyve, ötödik könyve és Saul története Amalékkal, a proféták könyveiben, ezért föl sem merül, hogy ez egy szent könyv lenne. Tehát igenis, akkor látjuk, hogy van olyan álláspont, aki szerint Eszter könyve semmiképp nem része a bibliai kánonnak. Tányarom is jön benne Ászia, Imérkői, Helleszerim, utána szerint Dájmén és Maszus és Slaimai. Ha már erről van szó, akkor nézzük, hogy mi a helyzet a Kohelet könyvével. Ugye a Prédikátor könyve nagyon hasonlóan a példabeszédekhez, különböző ilyen bölcs tanításoknak a gyűjteménye, és ezzel kapcsolatban a Simon ben Ászia azt mondta, hogy a Kohelet az nem szent könyv, nem része a bibliai kánonnak, és ezért nem teszi tisztátalanná ezeket, hiszen nem több a Kohelet, mint Salamon bölcsességének a gyűjteménye. Amru lajvi hizal bilvád ammárvá lajik fannyamámi dáber, és lejtsz talafi masu. Mert álta is szép dáber, álta is szép advara. Én azt mondták neki a bölcsek, te biztos vagy benne? Hát, hogyha ez csak Salamon király bölcsességének a gyűjteményei lenne, akkor csak ennyi bölcsességet mondott Salamon? Hát azt olvassuk a királyok könyvében, hogy 3000 metaforát, tanítást mondott Salamon. És azt is mondja a példabeszédek, ne tegyél hozzá szavaihoz. Tehát, hogy van valami szent a példabeszédekben, ami miatt nem lehet hozzájuk tenni. És azt látjuk, májva, hogy mert
azt látjuk, hogy pillanat, még a májra emel előtt, tehát, hogy azt látjuk ebből, hogy Salamonnak 3000 tanítása volt, és ebből csak egy bizonyos mennyiség került be a Kohelet-be. Nyilván azért ezek kerültek a Kohelet-be, mert ezek azok, amelyeknek van valamilyen ruach a kaides, valami isteni sugallatra történő eredetük, és ezért aztán ezek szentek. Az összes többi az nem szent. Most ugye ebben a tanításban még azt is hozzáteszi, hogy és amúgy is különben Salamon azt mondta a példabeszédekben, által is szefált valam, ne tegyél hozzá a beszédhez. Miért kellett hozzátenni? Hogy miért, mit jelent ez a plusz referencia? Hítém a mély maratúva amád, ibai ichtev, ibai laj ichtév, tasmá által is szefált valam. Azt mondta, mert lehetne azt mondani, hogy valóban Salamon nagyon sok bölcsességet mondott, de ebből volt, amit leírt, és volt, amit nem írt le, és ennek nincs jelentősége. Erre azt mondom neked, hogy a példabeszédekben Salamon leírja, hogy ennyi a bölcsességem, és nem teszek hozzá többet. Magyarul, hogy az, amit ő kiválasztott, azt nem véletlenül választotta ki, hanem azért, mert ezek azok, amelyek valamilyen szent sugallatra születtek. Oké, akkor ebből az derül ki minden esetre, hogy a Simon ben Nászénak nincs igaza, és a Kohelet az igenis egy szent sugallatra íródott, a prédikátor, és nem csak Salamon személyes bölcsességének a gyűjteménye. Tánya Rabbi Elezer, mert ezt ebből a könyves nem rass, nem bármilyen, mert hamar mi vagy. A következő részekben próbálunk bizonyítékot hozni rá, hogy Eszter könyve az isteni sivallatra íródott. Például, amikor ezt azt mondja, hogy Lazer, amikor azt mondja Eszter könyvének a hatos fejezetének hatos mondata, hogy a király megkérdezte Hámánt, hogy mit tennél azzal, aki a királynak jót tett, hogyan jutalmaznád meg, és Hámán azt tanácsolja a királynak, hogy felöltöztetném a király ruhájába, ráadnám a király koronáját, a király lovára ültetném, és végigvezetném a Susán városán, akkor ezt megelőzően azt mondja az írás, és mondta Hámán a maga szívében, ki másnak akarna a király jót tenni, mint nekem? És ezért tanácsolta neki azt, amit az előbb mondtuk. Most, ha nem isteni sugallatra íródott volna ez a szöveg, akkor honnan tudná a szöveg írója, hogy mit gondolt Hámán a szívében? De mi a kibaj, mert ezt emlőlek a könyv, és nem rossz, nem már, mert hiheztene, és helyben innék a rejel. Ehhez hasonlóan, ami a kiva azt mondja, hogy amikor azt olvassuk, hogy Eszter kegyet talált, mindenkinek kedves volt, mindenkinek a szemében, aki őt látta, ha nem isteni sugallatra íródott volna ez a szöveg, akkor a szöveg írója honnan tudná, hogy az emberek szemében kegyet találta vagy sem. Az egy gondolat, egy érzés, nem olyasmi, mint kimutatna. De hogy mely rajmi ezt örülök a kérdés, nem más, nem már, vagy vadá, davar, le mardechá. De mi miért szerint onnan tudjuk, hogy Eszter könyve isteni sugallatra íródott, mert amikor a két Biktamra Teres, a király két testőre egy merényletet tervezett a királlyal szemben, akkor a dolog kitutódott Mordechájnak. Most honnan tudódott volna ki, hogyha nem egy isteni sugallatra tudódott ki? Jöjjszín ben drukikász, mert Eszterből a kérdés nem rossz, nem már a bizony és salkói adon. Még egy bizonyíték, Jöjjszín azt mondja, hogy onnan tudjuk, hogy az Eszter könyve isteni sugallatra íródott, mert amikor a 9-es fejezetben azt mondja, hogy a zsidók sehol nem nyúltak hozzá a zsákmányhoz. Hát honnan tudta volna a könyv írója, hogy a zsidók nem nyúltak hozzá a zsákmányhoz? Akkor még nem volt olyan jó a kommunikáció, mint manapság. Nyilván isteni sugallatra tudta. Amen Shmuel ihábja haszam hában minden milcedáni famikulau. Erre azt mondta Shmuel, itt hoztáltak a bizonyítékokat Rabbi Lezertől, Rabbi Akivától, Rabbi Meirtől, Rabbi Jöjszi Bendur Maszkisztól. Ha én ott lettem volna, olyan bizonyítékot hoztam volna, amire nincs válasz. Se nem már kimúve kimúlu, kimúle májla, másra kimúle máta. Ugye azt mondja a 9-es fejezet végén, kimúve kimúle juhudim eszeserei chélu lászaisz. Megtartották és elfogadták a zsidók azt, amit elkezdtek megcselekedni. Mit jelent ez, hogy megtartották és elfogadták? Megtartották azt, amit az égben elfogadtak. Magyarul az égben elfogadták, hogy ez legyen egy ünnep, és a zsidók megtartották itt ezen a világon. Honnan tudta volna az a szövegíró, hogy az égben mi történik? Nyilván isteni sugallatra. Amerre a vele hula iszpircha, le bármi de smuele de lészlé pircha.
Erre azt mondta Rave, jogos, az összes mondásnak lehet ellenvetése, meg lehet kérdőjelezni, hogy valóban levezethető-e ezekből a szövegrészekből, hogy Eszter könyve szent sugallatra íródott, de Smuel mondására nincsen ellenvetés. Nem lehet ellenvetést felhozni. Az annyira jó bizonyíték. De mi lezersz forra hú, de lőj háve in is de hásfél a málka kavaszei, behaj ki map is tuveve a mál, a dájtid a návsika a mál. Azt mondja arra, hogy Lezer mit mondott? Hogy Hámán azt mondta a szívében, ki másnak akarna jót tenni a király, mint nekem. Most nem biztos, hogy ez azért írta a szövegírója, mert olyan isteni sugallata volt, hogy tudta, hogy Hámán mire gondolt. Hanem egyszerűen a logika mondatta vele ezt, hogy Hámának egy ilyen gonosz fickó volt, az mi másért javasolt volna ilyen nagy kóvedet bárkinek, ha nem arra gondolt volna, hogy a király vele akar jót tenni. De Rabbi Akiva, Dilma, Rabbi Lezer, de a már lámet csak a lehod, mert lehod, nimmelai, kiú, masz. Amit Rabbi Akiva mondott, hogy Eszter kedvességet talált mindenkinek szemében, aki látta, lehet, hogy ez sem isteni sugallatra tudja a szövegírója, hanem ahogy Rabbi Lazar tanította, hogy Eszterről mindenki, ugye senki nem tudta, hogy milyen származású, nem tudták, hogy zsidó, és mindenki azt gondolta, hogy a saját népéből származik, és ezért mindenki azt mondta, ó, ő a mi kutyánk kölyke. És mindenki kedvelte, mert meg van győződve, hogy az ő népéből van. Ugye ez egy ilyen multinacionális, multikulturális birodalom volt, ez a Perzsia, és mindenki biztos volt benne az ő népének a tagja Eszter. A hadrabi mér, Dilma, kerebi hia, barába, de amár, bikszom, szeres, nétar, szím, hajú. Amit pedig Rabbi Meir mondott, hogy a két testőr merénylet terve kitudódott Mordechájnak, lehet, hogy az sem isteni sugallatra tudódott ki, hanem, ahogy Rabbi Chia barába tanította, hogy társziak voltak, társzi nyelven beszéltek, és Mordechaj ugye korábban a Sanhedrin tagja volt, és mint ilyen, be kellett, hogy tudja az összes nép nyelvét, és ezért tudott társziul, és ezért tudta meg. A hadrami észiben dur maskis dilma pirstak és sadur. Azt pedig, hogy Rabbi Jaiszi mondott, hogy senki nem nyúlt a zsákmányhoz, és ez biztosan honnan máshonnan tudná a Megila szerzője, mint hogy isteni sugallatra. Ez sem biztos, mert lehet, hogy követeket küldtek szét a birodalomban, és azok hozták ennek a dolognak a hírét. De Smuel bárdai résznél pircha, viszont Smuel mondásának nincs ellenvetése, mert ugye ő azt ugye honnan vezette le, Kimove Kimlai Udin, megtartották és elfogadták a zsidók, megtartották azt, amit az égben már elfogadtak. Amare bina hajnöda amri insi tava hadepil palta harift, ami mellei cáné kari. Azt mondta a bina, nézd csak meg, Smuel milyen jó mondást mondott, erre mondják azt arámiul, jobb egy kis fekete bors, egy apró fekete bors, mint egy kosár teli uborkával. Ez uborka az ízetlen. Lehet, hogy sok van belőle, de nem ér semmit, nem tesz hozzá a főzelék ízéhez semmit, viszont egy darab fekete bors már többet hozzátesz. Ugyanis egy jó mondása volt, ez többet ért, mint az összes többi mondás. Nem így jöjszef, amár me hachavi me a purimeilul jábrumi tőke jogudim, Rabbi Jaiszinek volt még egy bizonyíték, hogy az isteni sugallatra van, mert úgy fejeződik be az Eszter könyve, hogy és ennek a Purim napoknak az emléke soha nem fog elmúlni a zsidóktól. Honnan tudták, hogy nem fog elmúlni? Nyilván isteni sugallatra. Rabbi Nachman Yitzchak könyve, mert halkam és zichlem, mi azt mondja, zárom. Rabbi Nachman Yitzchak szerint ugyanígy a mondat másik fele, emléke pedig nem fog elmúlni leszármazottaitól, megint csak egy jövőbeni jövendőlésnek a része ez, de hát honnan tudná a Megila Eszter könyvének szerzője, hogy ez így lesz, hogyha nem isteni sugallatra írta volna Eszter könyvét. Ugye a Mishnában szó volt a Matanus Lev Yoinim, szó volt a
szegényeknek járó ajándékokról. Ugye, hogy azt is a megina olvasással együtt kell csinálni. Tanirab jöjszei, fumas lajach maneszlisre, éjjú stéma nöjszle is echod, ma taneszlev jöjnim stéma taneszles névné adom. Itt két micva is van Purimkor, az egyik az, hogy a szegényeket kell segíteni, a másik az, hogy ajándékot kell adni egymásnak. Az ajándék ugye az itt valamilyen ételfajta, és ezzel kapcsolatban azt mondta Rav Yosef, ami slach monosz, az kétfajta étel kell legyen egy embernek. Tehát legalább egy embernek kell kétfajta ételből, főtételből álló ételcsomagot adni ajándékként. Uma tonosz lev jöjni, a szegényeknek járó ajándék, az pedig stéma tonosz le snébni adom. Az pedig két ajándék két embernek. Tehát a szegényeket a szegények megsegítésének a micvája, az legalább két szegénynek a megsegítése egy-egy jótétemény által. A barátoknak küldött ajándék, az pedig egy embernek kétféle ételből álló ajándék. Ez is állaká, különben így is járunk el a mai napig. Ami hudane szia sadar léle, ami aisia, átma de iglatil ta, de gárba de chámra, salachlé. De gábra de chámra. Ami huda, a fejedelem, Rabbi Yosiának, a kollégájának a következő ajándékot küldte. Küldött egy harmadszületésű üszőt, vagy borjút. Ugye erről már volt szó, hogy valahogy a harmadik borjú, amit az anya tehén, a harmadik gyerek, annak a fúsa a legfinomabb, az a legértékesebb, meg gárba de chámra, és mellé még tett egy tömlőnyi bort. Tehát ő is kétféle ételt húst, és bort küldött Rabbi Yosiának. Salach lei, Rabbi Yosia mit küldött neki üzenetet vissza? Kiam banu, mislajach manész is lereo, köszönöm, ezzel megtartottad a fele barátoknak küldendő ajándék micváját, mert nekem küldtél kétféle ételt. Rába sadr leilem mári bár már, jár abáj, mló taszka de kisba, Rába, egy másik eset, Maribar Márnak, a kollégájának küldött ajándékot Abájéval. Mi volt ez az ajándék? Egy zsák teli datojával, és egy pohár teli mandula liszttel. Amelé a bája hásta, amár meri íhak la, málka le hevedi kullamica varalai nachiz. Erre a bája visszajött, és azt mondta Rábának, azt üzeni a kollega, hogy ebből látjuk, hogy amikor valaki szegény, a szegény ember, amikor meggazdagszik, akkor se esik le a kosár a nyakáról. Vagyis azt akartam mondani, hogy a szegény ember, amikor meggazdagszik, akkor is úgy viselkedik, mint hogyha még továbbra is szegény lenne. Te is egy nagy ember vagy, egy gazdag ember lettél, de az ajándék, amiket küldesz, az nagyon gyenge. Mit küldtél már egy kis datóját, meg lisztet? Hadar Sadarlé Ihu, erre újra küldött neki, visszaküldött neki egy ajándékot. Tehát ugye ez volt, amit Rába küldött Meribar Márnak. Most Meribar Már visszaküldött egy üzenetet a Bájéval, hogy ő látszik, hogy mindig úgy viselkedsz, mint egy szegény ember, de ő is visszaküldött neki egy ajándékot. Lottaszka Zangvila, egy gyömbérrel teli zsák, és egy borssal teli pohár. Amelyen bárja hásta, mert már annassad rinle huljad, iusad rinle hurfa. És ezzel kapcsolatban pedig azt mondta bárja, azt üzeni a mester, hogy te küldtél édeset, én küldök csípőset. Mert ugye a datoja és a mandulaliszt az édes, a gyömbér és a fekete bors, vagy a gyömbér és a bors az csípős. Amara bárki nafki mi bein már hábassza vana. Azt mondta bárja, amikor kimentem a mesterem házából, Rábának a házából, akkor jól lakott voltam. Ki mert tajle haszom, amikor megérkeztem oda, Meribar Márnak a otthonába, Kribuli sitin caide sitin minnekedeira, akkor 60
tálnyi ételt 60 féle étellel szolgáltak föl nekem, ve achli beosítén pluga, és ettem belőle 60 darabot. Ubi sulebe szrajsza habe karulé cilikkeidar, és az utolsó fogás, amit meg akartam enni, az egy jól megsütött tüzönsült volt, bajle michas szalbászra, és a végén még akartam belőle enni. Még ki akartam tunkolni azt, ami a tálban volt. Ez jó sokat ettem, már eleve jól lakottan érkeztem oda, és hiába adtak nekem 60 féle tálban 60 féle ételt, én még csak tudtam volna még enni és enni és enni, még az utolsó után is kitunkoltam a tányért. Amere báje hányud, ami insik fi a nagyobb lajada, azt mondta báje, erről mondják az emberek, az éhes szegény ember gyakran nem is érzi, hogy éhes, mert annyira hozzászokott már az éhség érzéséhez. Inami rákhalem szimase hiach, egy másik mondás, az édességnek mindig van helye. Ugye ezt magyarul is mondják. És ő is oda ment, hiába volt már teli a hasa, még tudott enni további dolgokat. Különben a kommentárok azt mondják, hogy a bája itt, ugye akit rába küldött el, Menibár Márhoz, hogy vigyen neki Mislach mondani ezt purimi ajándékot, és ő vissza is jött, oda ment, és visszajött, és akkor ennek kapcsán lehet szó szerint érteni ezt a történetet, hogy amikor megérkezett, akkor éhes volt, nem volt éhes, adtak neki enni, bla bla bla. De egy másik magyarázat, hogy itt az evés, az a Tóra tanulásra vonatkozik, és azt akartam mondani a bája, hogy amikor elment rábától, ő úgy gondolt, hogy ő már mindent tud, teli hassal érkezett, jól lakottan érkezett, és mégis tudott enni 60 féle ételt, ugye a 63 traktátusa van a Talmudnak, tehát lehet, hogy itt arról van szó, hogy a 60 féle étel az a 60 traktátus, amit mind-mind újra evett, és még hallott új magyarázatokat hozzá, és még mindig volt étvágya idézőjelben a tanuláshoz. A báje bár avim, rabi hanine bár avim, machlifuszel de szájla hadadi. Hogy oldotta meg a bája avim fia, és rabi hanine bár avim fia, két testvér, a ajándékozást, egymásnak elküldték a lakomáikat. Tehát főztek, és aztán egymással cserélték a főztüket, és ezzel a lakomát is megtartották, és megtartott a lakoma micváját is, és megtartották az egymás megajándékozásának a micváját is. Amerav Mihályev inislip szumibupurája. Fontos mondásért. Azt mondta Rav, köteles minden ember berúgni purimkor, lerészegedni. Ádelő jádabén arurhaman, de marud baruhaman lehaj. Egészen addig, amíg nem tudja a különbséget, már annyira részek, hogy nem tud különbséget tenni a gonosz, átkozott Hámán és az áldott Mordechai között. Rába velem zére avduszuda szpurim behádi adoni, ennek kapcsán mesélni a Talmud, hogy Rába és Rab Zéra egyszer együtt fogyasztották a purimi szeudát, a purimi lakomát. Ibbászum, és berúgtak. Kam Rába sáhtale Rab Zéra. Rába annyira kikongott, és be volt rúgva, hogy fogott egy kést, és levágta Rabbi Zérát. De maher bajlachm. Másnap imádkozott, értem, ugye másnap észrevette, hogy meghalt Rabbi Zéra, a ivótársa. Imádkozott, értem, hogy éledjen föl, váhé, és újra élesztette. És anna következő évben, amelé niszni már, návénszú, niszpuri báde, dadi. Következő évben Rába megint meghívta Rab Zérát, és mondta neki, gyere, meghívlak, megint töltsük együtt a purimi szeudét, lakomát. Amelén, lajbechol, sajtöve, sajtömi, sztrákes, nissza. Én azt mondta neki, Rab Zéra, nem, köszönöm szépen, nem minden évben van csoda, nem lehet hagyatkozni a csodát, megint be fogunk rúgni, de megint le fogsz engem vágni, és ki tudja, és újra tudsz éleszteni. Különben ez a purimi részegedés, lerészegedés, hogy azt mondják, hogy egy zsidó csak egy évben kétszer rész iszik, purimkor és Simchas Torah-kor, a Tóra örömünnepén. Ez a purimi részegedés, ez egy nagyon érdekes dolog. A Shulchan Aruchban hosszú diskurzus van, hogy ezt hogyan kell érteni, tényleg úgy be kell rúgni, esetleg nem berúgás kell ezt érteni, hanem inni kell kicsit, és le kell feküdni, aludni, és amikor az ember alszik, akkor nem tudja a különbséget a Mordechai és a Hámán között.
És ez a történet, ez különösen érdekes. Az egyik oldalra azt mondjuk, hogy kötelesség berúgni, és utána van egy ilyen történet, ami aztán nem kifejezetten egy pozitív példa. Két rabbi annyira iszolgatott Purim, az egyik megölte a másikat. Nagyon furcsa történet. És utána, miután hiába megölte, ez a szent kiléte az továbbra is megvolt, mert másnap reggel imádkozott érte, és fel tudta éleszteni. És a következő évben meghívta megint. Szóval nagyon furcsa történet. És ennek az egésznek a kapcsán a Lubavitchi Rebbének egy fantasztikus, gyönyörű magyarázata. Aminek a lényege az, azt mondja, a ivászat az mit eredményez, ugye? Ahogy Salmon király mondja, nichnas jány jacaszod, ha amikor ahol bemegy a bor, ott kijön a titok. Tehát a részegségnek valóban van egy szó szoros értelembe vett jelentése, hogy valaki iszik, de a Tórának is van például bor része. A Tórának a misztikus tanai, a részegítő tanai, kabalisztikus részei, azok részegítő hatása vannak az emberre, mert olyan szinten fölemelik, kiemelik a mindennapok menetéből. És erre vonatkozik azt mondja a purimi ivászat, nem arra, hogy az ember holtrészegre igye magát és méltatlan állapotba kerüljön, hanem arra, hogy igyon egy kicsit, és a misztikus tanokban való elmélyülés és a ünnepnek a mély jelentése kizökkentse a mindennapokból, és egy magasabb szintre emelje. Mi a történet Rábával és Rabzéirával? Ők összejöttek, ittak egy kicsit, a misztikus tanokat tanulták, és Rába úgy fölemelte Rabzéirát a tanítások által, hogy Rabzéirá nem tudta már elviselni, és a lelket kiszállt a testéből. Mint ahogy látjuk, hogy Nadav és a Viú is, ugye, Áron két fia is idegen tüzet hoztak a szentébe. Mit jelent ez, hogy a misztikus tanokat nem úgy használták, hogy kell, és a lelkük kiszállt a testükből. Ugyanezt történt Rabbi Zeirával is. Miért történt Rabbi Zeirával? Azt mondja, Rebbe, azért, mert a két bölcsnek a neve, Rába azt jelenti, hogy nagy, Rabbi Zeira azt mondja, hogy kicsi, azt jelenti, hogy kicsi. Zeira azt jelenti, hogy kicsi. Rabbi Zeira kisebb vagy alacsonyabb szinten volt, mint Rába, és ezért Rába jobban bírta ezeket a misztikus tanokat, anélkül, hogy elszálljon a lelke. Rabbi Zeira lelke elszáll. És ezért most már mit jelent az, hogy levágta? Levágta sachtei, a sachet az azt jelenti, amikor sachterol valaki, hogy elhúzza a kést. Ugye úgy kell levágni az állatot, hogy elhúzza a kést. A kés elhúzása húzást jelent. Akkor itt húzta maga után Rába Rabzeirát, egészen addig, amíg a lelke ki nem szállt a testéből. Szóval ezt jelenti ez a kis történet. Amer Rave Szunesz Purim se achalab lájla le jacéné havaszai. Azt is mondta Rave, hogy a purimi lakomát azt nem este kell tartani, hanem purim nappal. És ha valaki este tartja, tehát az előestén az ünnepnek, akkor azzal nem teljesíti a kötelességét. Honnan tudjuk, hogy így van már tárgyal, mely mistere szimcha kiszív? Mert ugye Eszter könyvének 9-es fejezetében az olvassuk, hogy ezek a napok mulatság és lakoma napjai. Napjai, és nem estéi. De vásre hávök jaszif kmeidráv kána naga vilöj aszura vanan. Amel lej maj tájmen lej aszura vanan. De vási Rav Kahana társágában volt, és nem jöttek a bölcsek, és kezdett már beesteledni. És kérdezte Ravási Rav Kahanától, mi az oka, hogy nem jönnek a rabbik, vagyis hát a tanítványok. Dilma Tridebe Szudesz Purim, csak nem a purimi lakomával vannak elfoglalva. Amel lej lejávesé mihlevő urta? Azt mondta neki a Rav Kahana, mert most annak elfoglalva, nem lehetett volna tegnap este, hogy már megegyék a lakomájukat? Amel lej lejismélele már... Erre azt mondta neki, Ravási, hát nem ismeri a mester azt a tanítását Ravének, amit az előbb idéztünk, hogy a Szudasz Purimot, a purimi lakomát, azt mindenképp nappal és nem este kell tartani. Amel lej, amel Rave hachiv, amel lej, in. Erre azt neki tényleg ezt mondta Rave, azt mondta, igen, tanami néjár bain zimnin, ve damiléke mande manachve kiszé. Ezt elismételte 40-szer Ravási, ami úgy nem érezte, hogy ez már zsebében van. Magyarul sokszor el kellett ismételni ezt a tanítást, amíg jól megjegyezte, hogy honnan tudjuk, hogy a purimi szeudát azt nappal kell tartani, és nem este. Oké, a következő misnákban egy kicsit eltérünk a
purimi témától. Ugye az előző misna megfogalmazása az volt, énben ada rissein, ada séni, nincs más különbség az első áldár és a második áldár között, mint hogy a megint olvasás és a szegényeknek adott ajándék, amit mindenképp a másik áldárban kell tartani. Ez a megfogalmazás, hogy nincs más különbség, mint hogy, ez most más témákban is fel fog merülni, különböző egymáshoz hasonló dolgoknak a kapcsán. A misna végig fog menni, és azt mondja, hogy nincs más különbség e között meg a között, mint hogy. Nincs más különbség e között meg a között, mint hogy. Különböző a Purimmal és Eszter könyvével, a megillalmasással egyáltalán nem kapcsolódó témák, hanem itt egyáltalán a megfogalmazás miatt kerülnek ide. Azt mondja a misna, én benyőjöm tőle, Shabbos, elő, Eichel, Nefes, Bilvár. Nincs más különbség a Yom Tov ünnep és a szombat között, csak az étkezés a főzéshez kapcsolatos engedmény. Ugye az, hogy Yom Tovkor lehet főzni, Shabbos-kor nem lehet főzni. Ezt mondja a misna. Mindenesetre mit látunk ebből, hogy Yom Tovkor lehet főzni, de nem lehet a főzéshez való ünnepszegő előkészületeket megtenni. Ugye, és ez egy vita volt, mint az emlékeztek a Bécsi traktátusban, erről vitatkoztak a rabbik. Tehát ezek szerint a misna ezt a véleményt fogadja, hogy csak maga a főzés, de nem a főzés előkészülete az, ami ünnepet, amivel meg lehet szegni az ünnepet. Ha a lenyi maksereichel nefes, zemezes sajnok, ezek szerint az étkezéshez szükséges, vagy a főzéshez szükséges előkészületekben mind a kettő, tehát a szombat és az ünnep egyenlő státuszban vannak. Maszni szinde, lőjük Rabbi Huda, akkor ezek szerint a misnák nem Rabbi Huda véleményét követi. De tánya én bénye, amitől a sávez, lőjük el nefes, Rabbi Huda, mátirát maksereichel nefes, vagy tanultuk egy rájtában. A tanakáma szerint nincs más különbség a sávez és a Yom Tov között, mint a főzés. A Júda azt mondta, hogy a főzés előkészülete is. Az is megengedett ünnepen. My time the Tanakama, mi az oka annak, hogy Tanakama csak a főzést, szigorúan csak a főzést engedi meg? És Rabbi Huda pedig megengedi a főzés előkészületeit is. Amekra hu v'löj machsirov. Ugye, mit mond a szöveg? Mózes második könyvének 12-es fejezetének 16-os mondata. Ácheseri achel, lechal nefes, hu levádli aszel achel. Csak azt, amit megeszik minden ember, azt, ki csak is azt tegyétek meg magatoknak. Csak is azt, velői maksira, és nem pedig az előkészületet. Ezt mondja Tana Kama. Tehát a főzéshez, amit az ember megeszik, azzal meg lehet, azt meg lehet cselekedni ünnepkor, de az előkészületeit nem. Rami Huda már lochem, lochem lecholcöjhéjhem, Rami Huda pedig egy másik végletbe megy el, és azt mondja, nektek, amit megesz, azt nektek megcselekedhetitek. Nektek, vagyis minden szükségletetek. Vidach lámjak szívlachem. Mit fog erre mondani a tanakának? Tényleg az is írva, hogy nektek. Ulle vádolja asszelachem, azt, csak is azt cselekedjétek meg nektek. Mi az a nektek? Lachem lőj lőjlek a klavim, lachem lőj a klavim. Szerintem ez a nektek, ez pont, hogy arról szól, hogy csak is nektek, és nem pedig a pogányoknak, nektek, vagy nem a háziállatoknak, tehát hogy csak is a saját főzésetek, evésetek érdekében szabad főznötök Yom Tovkor, de nem idegenek, vagy nem a háziállatok érdekében. Vidach lámjak szívhú. Oké. Mi lesz akkor Rami Huda véleménye arról, hogy amit utána Káma szerint, ugye, hogy csak is azt végez, csináljátok nektek, azt, és nem pedig az előkészületeit. Mit fog mondani erről az asztról? Ksiv hu, ksiv lochem, szerintem ugye az áll, hogy azt, meg az is áll, hogy nektek. Kám be mach sira, se efse lász, hogy szemere nyomtok, kám csak sem, se ív se lász, hogy nyomtok. Szerintem az arra vonatkozik, hogy bizony azok az előkészületek, amiket nem lehet az ünnep előtt megtenni, azokat meg lehet ünnepkor tenni. De ő arra mondta, és erre vonatkozik a hu, csak is azt, vagyis csak is azt az előkészületet, amit ünnep előtt nem lehetett volna megtenni. De azok az előkészületek, amiket ünnep előtt is meg lehet volna tenni, azt valóban nem lehet ünnepen megtenni. Oké, megyünk tovább. Következő misna, ugyanezzel a én-bén, nincs más különbség, mint hogy megfogalmazással hasonlítja össze a Sábeszt és a Yom Kippur. Én-bén Sábeszt és a Yom Kippur, mert ez ezt döjnőbb ide adom, ez ezt döjnőbb karesz. Nincs más különbség a szombat és a Yom Kippur között,
már ami a munkavégzést illeti, a tiltott munkavégzést illeti, hogy az egyiknek a büntetése az emberi kéz általi, vagyis az emberi ítélőszék ítélkezik, és hogyha valaki szándékosan szekte a szombatot, és akkor az emberi ítélőszék ítéli el, és akár halálbüntetésre, de zezdai meg karesz, jamkipurkor, ha valaki dolgozik, akkor annak égi halálbüntetés jár, karet büntetés. Azt mondja a Talmud, halényent is lumin, zevezes a... Akkor ezek szerint, mondja a Talmud, a fizetés büntetése alóli felmentés kapcsán mind a kettő ugyanolyan státuszú. Hogy kell ezt érteni? Van egy fogalom a Talmudban, ami arról szól, hogy kamlébe de rába miné. Vagyis, ha én elkövettem valamit, mert egyszerre szedtem meg a szombatot, és mondjuk tettem valamiben kárt, és ezért mondjuk kártértést kell fizetnem, akkor itt két büntetésem is van. Van egyszer egy büntetés, egy halálbüntetés, és van egy kártérítés. Akkor két büntetést ugyanazért a cselekedetért nem lehet kapni, mindig a szigorú büntetést kapunk. És akkor itt is erről van szó, akkor ezek szerint ez így igaz szombatra és Jom Kippurra egyaránt, nincs különbség a kettő között. Oké. Ha viszont ez így van, Máni Masz Niszin, Rabne Hunya Ben Akana, akkor ezek szerint a misnánk, Rabne Hunya Ben Akana véleményét követi. De Tányi Rabne Hunya Ben Akana, ja, hisz, ez Jom Kippurim és Sábez letas lumin, más Sábez Mitzchájú Návsói Patrón letas lumin, Jom Kippurim és Sábez Návsói Patrón letas lumin. Ő ugye összehasonlította és egyenlőséget mond a Sábez és a Jom Kippur között, és azt mondta, ugyanúgy, hogyha valaki a szombatszegéssel egyszerre megszegte a szombatot, és valamilyen kártérítésre lett köteles, akkor nem kell kártérítést fizetnie, mert a szigorú büntetés eliminálja az enyhébb büntetést. Ugyanígy a Jom Kippurnál, hogyha megszegte a Jom Kippuri munkatilalmat, egyben a cselekedetével valamilyen más enyhébb büntetést is magára von, akkor nem kell az enyhébb büntetést teljesítenie, mert egy cselekedetért egy büntetést kap az ember. Nem haszon, kolhájavik részésen lakon, niftonum idejkri szaszon, se nem már ben nikla a hicha lecha, kiben se laka, árjóká a hicha, divre revicha, nányja mengem lé. Ha már a karetről, az égi halálbüntetésről van szó, akkor a Makot traktátusban a következőt mondja a Misna, a 23-as lapon. Ugye arról lesz szó, van ez az égi halálbüntetés fogalom, a karet, és gyakran, ugye ez olyasmi, miről szól az égi halálbüntetés, arról, hogy aki elköveti ezt a bűnt, az nem él 60 évnél tovább. Külön téma, hogy manapság mi az oka annak, hogy mégis tovább élünk 60 évnél, vagy vannak, hogy tovább élnek 60 évnél, hiába elkövetnek ilyen bűnt, de ezt most nem tartozik ide. Mindenesetre azt látjuk, hogy van egyrészt egy ilyen karet büntetés, másrészt viszont, hogyha aki elkövette, az úgy követte el, hogy volt édinvászra, tehát voltak tanuk, és volt figyelmeztetés, ami miatt földi büntetést is, nem csak egy égi büntetést lehet rárólni, és Málkusz, azaz botütést jár neki, akkor ha megkapta a botütést, akkor föl lesz mentve az égi halálbüntetés alól. Ez legalábbis Hanánya Ben Gamliel véleménye. És a Hanánya Ben Gamliel szerint nincs, itt sincs két büntetés. Hogyha megkapta a földi botütés büntetését, akkor fel lesz mentve az égi halálbüntetés alól. Amire mi éjjelen, ha Lukin alap, ha Vélai, arra mi Hanánya Ben Gamliel. Ami éjjelen viszont azt mondta, hogy a Hanánya Ben Gamliel ekénti véleménye az egy egyedi vélemény, és a társai vitatkoznak vele. Amar Rava Amri Beirav. Erre azt mondta Rava, úgy tanították Ráv tanházában, Tanina, én bényom ki kurulna sábis, ez ez dajnöm bide adom. Ez ez dajnöm ikaresz, vim issza, ájdvi ádi, bide adom hi. Azt mondta erre, ha igaz lenne, hogy a karet, az égi halálbüntetés nem érvényes
hogyha valaki mégis kap földi ítélőszék által botütést, ugyanazért a bűnért, akkor a végső soron mi jön ki belőle, hogy a karet büntetésével sújtott bűnök esetén is van evilági ítélőszéki büntetés. Ha pedig ez így lenne, miért? Mert ugye mit, ha igaza van, de ha nányi bengem lielnek, akkor a botütés végrehajtása által felmentést kap az égi halálbüntetés alól. Ha viszont ez így van, akkor ez azt jelenti, hogy nincs különbség a Sábesz és a Jom Kippur kapcsán abban, hogy a tiltott munka tilalom megszegése, a munkavégzés, a tiltott munkavégzés Sábeszkor evilági büntetés van maga után, Jom Kippurkor meg égi halálbüntetés van maga után, égi büntetést van maga után, mert a történet végén, hogyha Malkusz kap, ha kap botütést, akkor ezzel felmentődik az égi büntetés alól. Tehát a történet végén mégis a Jom Kippuri történetben is evilági büntetéssel le lehet rendezni a dolgot. Amaram Nachmen, ha Máni Rabbi Yitzchak Ida, már Malkusz Bechaia, vagy Krisztus Leika. Erre azt mondta Rabbi Nachmen, nem. A mi misnánk az Rabbi Yitzchak véleményét követi, aki szerint az égi halálbüntetéssel soha nem jár együtt botütés. Tehát a botütés tilalma nem vonatkozik azokra a dolgokra, amelyekre érik a halálbüntetés van. De Tányer Mitzchak Aimer, ahogy tanultuk Rabbi Yitzchak, azt tanította, ha jövő Krisztus Bechlál hajú. Ahogy tanította Rabbi Yitzchak, ha jövő Krisztus Bechlál hajú, lama jatszasz karesz bácha iszaj, le dunna be karesz ve lejbe máhusz. Rabbi Yitzchak a következőt mondja. A Mózes harmadik könyvének a 18-as fejezetében van egy hosszú felsorolás a különböző nemi bűnökről, vérfertőzésről, és így tovább. Mindegyiknek a összefoglalójában azt mondja a 29-es mondat, mindaz, aki megcselekszi ezen undormányokat, annak lelke irtassék ki, vagyis káretet kap, égi halálbüntetést. Most, ugye egyszer van egy hosszú felsorolás az összes nemi bűnről, és a végén egy általános meghatározás, hogy milyen büntetés jár érte, de egy a sok nemi bűn közül, méghozzá aki a lány testvérével hál, az ki van emelve, és arra külön meg van mondva, hogy az égi halálbüntetést kap. Mit mond erre a Vícha? Miért van kiemelve? Mert azt akarja mondani a Tóra, hogy csak égi halálbüntetést kap, nem semmi más. Nincsen botütés. Amiért van égi halálbüntetés, azért nincs botütés. Most van egy olyan alapelv, hogy kolha jatsza mi a klál, lelámed el a klál kula jatsza, ami azt jelenti, van egy olyan logikai jel, a Tóra 13 logikai értelmezési szabályában, hogyha van egy nagy halmaz, egy kollektív halmaz, és abból egy valami ki van emelve, és valamilyen részletszabály el van mondva ránézve, az azért lett kiemelve, hogy tudjuk, hogy amúgy ez a részletszabály nem csak rá vonatkozik, hanem a teljes kollektívre, amiből kiemeltük. Most ebben az esetben is, hogyha azért lett kiemelve az az eset, aki a testvérével hál, hogy azt tudjuk, hogy azért égi halálbüntetés jár, és semmi más, tehát nem jár érte botütés, akkor azt mondja, hogy Yitzchak, ebből tudjuk, hogy az összes többi, ami a halmazba tartozik, és ugyanígy ebbe a kategóriába tartozik, hogy káret jár érte, égi halálbüntetés jár érte, de botütés nem. De a Vási amár a finú tanulában az egyik karizdai a adam, az egyik karizdai karizd. A Vási azt mondta, nem feltétlenül, de Yitzchak véleményét kell, kövesse a misnán. Amikor azt mondta, hogy nincs már, hogy az egyetlen különbség a sábeszi munkatilalom megszegése, és a Jom Kippuri munkatilalom megszegése az abban van, az egyiknek a büntetése égi, karet, ugye a Jom Kippur, a másiknak földi, sábesz, ugye a földi ítélőszék általi halálbüntetés,
nem feltétlenül csak Reb Yitzchak véleménye szerint igaz, aki ugye azt mondja, hogy a karet nem jár Malkusszal, nem jár botütéssel, hanem még a bölcsek is, akik azt mondják, hogy a karet járhat és feloldható botütéssel, ők is azon a véleményen lesznek, hogy azért a lényegi büntetés az egy égi büntetés. Nem úgy a sáveszi munkaszegésnél, ahol a lényegi büntetés földi büntetés. Kedves barátaim, ideig tartott a hetes lap. Holnap reggel folytatni fogjuk még ezeket a én-bén, nincs más különbség, mint szóhasználaton alapuló misnai megfogalmazásokat. Kérem, hogy holnap reggel is tartsatok velem. Reggel 6:30 folytatjuk teljes lelkesedéssel, a viszontlátásra, de látom, hogy a Steri még ide siet, hogy köszönjön nektek. Megérkezett a vasárnapi tanulótársunk. Szervusztok, köszönjél Steri a többieknek. Küldjél egy puszit. Sziasztok!